Sziasztok, könyvrajongók! Csaba vagyok, ez itt a Könyvelem, és a mai videóban a tavaszi olvasási terveimről beszélek. Ebben a videóban összeválogattam 7 olyan könyvet 7 különböző kiadótól, amit a tavaszi időszakban nagyon szeretnék elolvasni. Remélem, hogy ez össze fog jönni. Nagyon ritkán csinálok egyébként ilyen olvasási terves videót, mert egyrészt megvannak az évszakos kihívásaim, amihez már fixen olvasok könyveket, és ezen felül, ha még lekötöm magam, és még beszabályozom, hogy miket szeretnék olvasni, akkor az általában már nem annyira szokott sikerülni, de nyilván azt, hogy mit tervezek, és végül mi valósul meg, az ugye két különböző dolog. A terveket alá tudom egyébként támasztani, hogy miért szeretném olvasni, aztán majd meglátjuk, hogy az élet mennyi szabadidőt kínál nekem a következő hónapokra, és hogyha sikerül, akkor elolvasom ezeket a könyveket, és a havi összegzőkben hallotok majd felőlük. Másoknál is nagyon szeretem nézni egyébként ezt a fajta videót, mert így egy kicsit körvonalazódik számomra is, hogy az adott tartalomgyártó az milyen típusú, milyen zsánerű könyveket szeret olvasni, milyen hányadban olvas például magyar szerzőktől, vagy mennyire szereti a non-fictionöket, mennyire olvas mondjuk életrajzokat, és én próbáltam most úgy összeállítani ezt a 7 könyvet, hogy ebben van magyar szerző, van külföldi szerző, van thriller, van romantikus, van életrajzi kötet, úgyhogy tényleg elég vegyes válogatás, remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a kínálat. Az első kötet, amit szeretnék elolvasni a tavaszi időszakban, az John Marstól az Igazság ára című thriller, amely a Maxim kiadónál jelent meg a tavalyi évben, és igazából ez a kötet már az őszi könyvfesztivál óta a birtokomban van, és azóta nem kerítettem sort rá, viszont csupa-csupa jó értékelés jött velem szembe ezzel a könyvvel kapcsolatban, és arról nem beszélve, hogy John Marstól már 2 könyvet is olvastam, és mind a 2 tetszett, ráadásul az egyik, a Jó Szamaritánus, az a csatornám első havi közös könyve volt még 2021 márciusában, úgyhogy jó emlékek fűznek a szerzőhöz, és a fordítóhoz is egyébként, Ipacs Tiborhoz, aki ezt a könyvet is fordította, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a történetre. Próbálok egyébként tényleg csak minimálisan informálódni a cselekményről, illetve az alaptörténetről, hogy minél inkább meglepjen, hiszen úgy tudom, hogy van benne egy igazán nagy és meglepő csavar, úgyhogy alig várom, hogy olvashassam. A kötet egyébként nincs 400 oldal, és 2 női főszereplője van, az egyikük fogva tartja a másikukat, és igazából arra derül fény, hogy miért teszi ezt, és milyen kapcsolat van közöttük, úgyhogy nagyon várom egyébként tényleg, hogy olvashassam, tetszik a borító is, és nem is olyan régen olvastam egyébként egy Maximos thrillert, G.P. Delaney-nek a legújabb megjelenését, ami nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy ezért is szeretnék bizalmat szavazni a kiadó másik thrillerének is, én remélem, hogy ez is majd elnyeri a tetszésemet. A második választásom Sally Rooney Hová lettél szép világ című regénye, ami először a 21. század kiadó kultsorozatában jelent meg 2021-ben, és aztán a kiadó egy ilyen papírborítós verzióban is kiadott néhány könyvet, közöttük ezt is 2022-ben, és én még nagyon-nagyon régen a normális embereket olvastam a könyvtárból kikölcsönözve, és kíváncsi lettem az írónőnek erre a történetére, amelynek középpontja 4 fiatal van, akik között barátság, illetve szerelem is van, illetve szövődik. Nem is nagyon tudok sokkal többet a történetről, nagyon nyitott vagyok az írónővel szemben. Hamarosan egyébként érkezik a 4. kötete is a kiadónál, és ha jól tudom, akkor a világpremiérrel egy időben jelenik meg majd nálunk is. Én szerettem egyébként Sally Rooney stílusát a normális emberekben, és ettől is hasonlót várok. Ráadásul azokat a témafelvetéseket is kedveltem, amiket felsorakoztat ott abban a regényben. Talán ott az volt a problémám, hogy nem igazán jutottunk el A-ból B-be, és nem igazán történt érdemi változás a szereplőkkel, nem éreztem azt, hogy valamilyen szintű karakterfejlődésen mennének át, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ebben az újabb történetében hogyan mozgatja a karaktereket, amelyek közül az egyik egyébként egy regényíró, úgyhogy én bízom benne, hogy az írásról is lesz benne bőven valamilyen adalék, vagy információ, úgyhogy tényleg nagyon nyitottan állok ehhez a regényhez, és kíváncsi vagyok, hogy ezúttal hogy fog majd tetszeni.
A harmadik választásom egy vadi új kiadás a Multiverzum kiadótól, mégpedig Tilman Prüfertől az Apának lenni című önsegítő, önfejlesztő kötet, amelyre igazából a címe és a témája hívta föl a figyelmemet, és amikor megláttam, hogy a szerző egy 4 gyerekes családapa, aki ráadásul a Zeit magazin főszerkesztő helyettese, és sorozatosan publikál a lányairól, illetve a családi kapcsolatrendszeréről és a velük történt dolgokról, akkor bizalmat szavaztam ennek a kötetnek, úgyhogy 200 oldalnál nem sokkal több ez a kötet, és természetesen az apaság témáját járja körül. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy német szerző mit tud adni, és mi újat tud esetleg nekem mondani az apasággal kapcsolatban. Abszolút nyitottan állok ehhez a kötethez is. A következő választásom szintén az őszi könyvfesztivál óta van már a birtokomban, ez pedig Lucy Scortól az Amit sosem fedünk fel című kötet, amely a Knockmout sorozat második része, és az Amin sosem leszünk túl című kötetnek a folytatása. Ez tehát egy második rész, és azóta egyébként már a sorozat be is fejeződött, hiszen a harmadik rész már megjelent február végén ugyanennél a kiadónál. Ez egy viszonylag vaskos kötet, viszont gyorsan pörgethető, hiszen Lucy Scort előző kötete is nagyon-nagyon gyorsan kipörgött a kezemben. Ez egy romantikus történet, amelynek középpontjában egy másik szerelmes pár áll, mint a sorozat első részében. Bár azt mondják, hogy a sorozatnak ez a legkevésbé sikerült része, én így a borítóra tekintve úgy döntöttem, hogy ezt a kötetet mindenképpen tavasszal olvasom el, és talán a záró epizódra majd nyáron fogok sort keríteni. Ez a több mint 600 oldalas kötet Nash és Lina kapcsolatát mutatja be. Nash egyéb a Morgan fivéreknek úgymond a jobbik fele, ő a rendőrfőnök, aki egy lövöldözés során sérülést szenved, és igazából lábadozik, és az ő szomszédságába költözik Lina, akivel kapcsolatba kerül, és hát valamilyen szinten ugye hatnak egymásra, különféle titkok kerülnek elő a múltból. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a kis húzavona végül hogy záródik, és milyen sorsuk lesz Knockmoutban. A következő kötet szintén egy monstrum, egy több mint 900 oldalas memoár, mégpedig Mary Gabrieltől a Madonna az Egy lázadó élet című kötet, amely a HVG könyvek kiadásában jelent meg. Ez a kötet nem akármilyen részletességgel mutatja be az amerikai popstár Madonna élettörténetét egészen a gyerekkorától mostanáig. A popstár egyébként jelenleg Amerikában turnézik a legújabb turnéjával, és én nagyon kíváncsi lettem az ő élettörténetére, amelyben nem csak a zenei karrierjére, hanem a társadalmi szerepvállalásaira és gyakorlatilag az egész világra gyakorolt hatására is rávilágít ez a kötet. Én kimondottan kíváncsi vagyok az ő befutására, hiszen a 80-as években én még annyira fiatal voltam, gyakorlatilag amikor megszülettem, ő akkor futott be, hogy az a kezdetekre nem igazán emlékszem. Én a 90-es évektől követtem az ő munkásságát, körülbelül a Bedtime Stories albumtól kezdődően, és onnantól kezdve gyakorlatilag figyeltem az ő munkásságát, be is gyűjtöttem jó pár lemezét, nagyon szerettem az Evita filmet, és tényleg jó pár dala van, ami a kedvenc között van. A Ray of Light album egyébként mai napig az egyik kedvenc popzenei albumom, és az azon lévő dalok, az a hangulatvilág, az a szövegvilág, az nagyon-nagyon közel áll hozzám, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok különösen azokra a részekre, amelyeket már végigkövethettem, de persze arra is, hogy milyen részletességgel számol be igazából az életéről Mary Gabriel. Amit tudni kell, hogy tényleg rendkívül sűrű, nagyon-nagyon sok szöveget tartalmaz, és bizonyos részein egyébként fotóval illusztrált, úgyhogy jó pár kép is helyet kapott egyébként a kiadványban, úgyhogy ezt is majd nagy kíváncsisággal fogom majd lapozgatni. Nem valószínű, hogy egy végtében olvasom el ezt a kötetet, sőt, szinte biztos, hogy ez majd bele fog nyúlni egyébként a nyári időszakba is, de az biztos, hogy a tavasszal el fogom kezdeni, és ahogy tudok, haladok majd vele. A következő kötet december közepén került hozzám, a Park könyvkiadó gondozásában jelent meg ugyanis tavaly Beatrice Savionitól az Átkozott című regény. A kötet 1936-ban játszódik Monzában, amikor is a Lambró partján két kamaszlány próbálja eltüntetni egy férfi holttestét. A mesélő Francesca egy 12 éves lány, aki a barátnőjével együtt próbálna boldogulni az abesszínai háború közepén,
És igazából ez az olasz fasizmusnak az időszaka és a két lány felnövés története fog kirajzolódni ebből a kötetből, és aztán, hogy mi közük lesz ehhez az elhunyt férfihez, hát gondolom ez ki fog derülni ebből a történetből. Én nagyon-nagyon szeretem a kortárs női szerzőket, és kíváncsi lettem erre a történetre is. Nem túl sok értékelést láttam róla eddig molyon, vagy azért, mert talán nem annyira figyelemfelkeltő a borító, nem annyira kapja el a tekintetet, vagy a cím lehet egy kicsit visszatetsző, vagy maga a téma nem annyira vonzó talán sokak számára. Én kíváncsi lettem erre az olasz történetre, úgyhogy a tavasz folyamán szeretnék sort keríteni rá. És az utolsó kötet, amit mindenképpen szeretnék a tavasz folyamán, sőt, lehet, hogy inkább március folyamán elolvasni, az Király Anikótól a Csak barátok című ifjúsági kötet. Ez a könyv 2019-ben jelent meg a Menő könyvek ellenpontok sorozatában, ugyanis ezt a kötetet két fiatal meséli el, akik igazából barátok voltak, de közben ellenségek is, és ugye két oldalról olvasható ez a kötet, és a könyv közepén pedig egy szétvágható rész van, amikor is kiviláglik a végkifejlete ennek a történetnek. Én nagyon megszerettem Király Anikót az eddig általam olvasott írásai alapján, és hatalmas öröm számomra, hogy március 26-án a Kecskeméti Katona József könyvtárban egy író-olvasó találkozó során vele beszélgethetek. Ez a beszélgetés természetesen mindenki számára nyilvános és ingyenes, ráadásul dedikálásra és könyvvásárlásra is van lehetőség. Leteszem az esemény Facebook linkjét a leírásba, ha tehetitek, nézzétek meg, és ha tudtok, akkor csatlakozzatok és gyertek el. Ebben a kötetben egyébként Zorka és Botond próbálja meg helyrehozni a régi barátságukat, ami mostanra már olyan szinten elmérgesedett, hogy nem is beszélnek egymással, és ahogy olvastam, a Molyon egy rendkívül jó humorú történetről van szó, és nagyon-nagyon sokan méltatták és dicsérték. Ahogy láttam, viszont sajnos ez a kötet kereskedelmi forgalomban már nem kapható, én is egyébként a Vintiden keresztül szereztem be, úgyhogy nagyon örülök, hogy most már a polcomon tudhatom az összes Király Anikó kötetet. Nos, én ezt a hét könyvet választottam magamnak a tavaszi időszakra, amit mindenképpen szeretnék majd elolvasni, illetve a Madonna könyvet elkezdeni. Kíváncsi vagyok, hogy ti ezek közül olvastatok-e már valamit, és ha igen, akkor hogy tetszett, illetve van-e olyan kötet, amit ti is terveztek majd olvasni a jövőben. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok ezúttal is könyvelem, hamarosan egy újabb videóban találkozunk. Sziasztok!